Vigyázz, jobbról is, balról is van. Péter bácsi, lehet, hogy be vagyok tojva. Úgy mehetsz. Úgy. Úgy, kuplunk, úgy, gáz, úgy, engedd a izét, most nyom rá. Úgy, úgy. És próbáld egyenesbe állítani. Azaz. Úgy, úgy, oda. Hogy mész te hozzá Pestre? Jó Isten. Hopp, na, már van ott egy kis csikó. Legyen a izé csődörej. Na, egy nagyon jó lovaregyleti gyűrésen vettünk részt a kantinba. Kantinba, kastélyba. Aztán lejöttünk ide Péter bácsi és még egy jó páran. A Csurgóba, amit tegnap már lefoglaltam. Isteni... Lefoglaltad? Én. Nem minden percet. Már hívtam őket. Nem, telefonon. Féltem a nevemet, nem is mondtam be, mert szerintem ide is tartozok még régebbről. Ha, mondom a nevem, biztos nem engedik, hogy lefoglaljam. Vagy várnak itt van ilyen baseballütőkkel. Ha, ide is tartozom szerintem. De ezek már új csapat, úgyhogy már ezek nem tudják. Rég nem voltam itt. Na mindegy, nagyon finom. Mit tettem? Kacsa mellett, duó, kacsa. Kacsa mellett, libamájjal, áfonyával és isteni, nagyon jó csinált salátával. Előtte Péter bácsi rám akarta sózni a fél halászlét, végül is megette ő is, meg megettem én is. És aztán kaptam egy ilyen süti valamit, amire azt hittem, hogy ez a vaníliás krém valami, de süti lett. Úgyhogy azt szépen ide elraktam. Hopp. És ezt tudom, majd kikapja meg. Hello, nagy köszönet. És most itt vagyunk a dugóvár, nem irigyellek, mész haza, mehet szájba a fejér mögé. Jó sofőröm van. Jól el voltunk, nem, elviccelődtünk, kellett. Kell egy kis izé néha, mert megbolondulszam úgy. Közben nekem lovasítás volt, míg akkor három csikóval jöttünk ki, rohangáltam össze, közben telefonok 100 000, ugye, hogy most mi lesz az alagidíjjal, mi lesz az osztinátor, főmennek, nem, lovas probléma, valaki elígérkezett, mégse szabad. A közben a csikókra, hogy földobjam ezeket, ott mentek ugye Impossible Labodasszal és Dendikével. Közben ment itt a gyűlés, Dallos Gyula barátunk is itt volt velünk. Azt se tudtam, hogy hova szakadjak meg. A telefon csörgött egy folytában. Ugye Pali bácsit ismerjük, az aztán addig abban nem hagyja, még föl nem veszi valaki. Ahogy Egon Évkkal beszéltem, ezzel a Bencével már itt beszél, hogy rendben vannak a dolgok, aránylag. Majd látjuk igazából, hogy a lovasítás megtörtént. Na! Ajde, mindjárt otthon vagyok, Péter bácsinak még sajnos. Hát még egy 20-25 perc neked? Hát és forgalomba, csak óvatosan még. Nem vagy bekötve, nem zavar? Ebben vagy? Én nem. Hát azt látom. A ketten nem vagyunk. Akkor már ketten nem vagyunk, akkor az jó. Na, akkor nem. Na jó. Humorod megmaradt, hál' ennek a jó Isten. Imádom Péter bácsit. Hát nem tudom, hogy hány éve ismerjük egymást, de azt tudom, hogy jó emlékek. Hát jó sok. Én nem mondtam, mi az, hogy több. Nem tudom, hány éve. Hát több éve. Hogy mennyi ez a több éve. Mindig behúzod a kéziféket? Így szokta elindulni, gondolom. Behúzod kézifékkel, jó? Ezt a kocsit se venném meg. Miért? Hát kézifékkel mész, behúzottal. Csúsztatod a kuplungot örökké. Még csoda, hogy nem éget le, nem füstöl. Tényleg csúsztatod, azt észrevetted? Nem vagyok izé oktató. Nem hol? Ilyenkor, nem, amikor úgy elindulsz, egy fél óráig, ilyen félig benyomott kuplunggal. Mert nem mered írni. Most jobb. Jó van, értelek én, de kuplungot sajn. Tudod, én kuplungpárti vagyok. Most fogják cserélni. Na, csodálkozol, hogy most fogják cserélni, szerinted? Hát persze, hogy cserélik. Szerintem havonta cserélik. Más nem kell ez a cserélni, csak a kuplungot szegénykében. Na jó van, ajde, puszillak és vigyázz magadra, mindjárt otthon vagyunk.